Az ünnepség a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjainak közreműködésével, az országzászló felvonásával folytatódott a Kossuth téren, majd a református nagy templomban az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese. A megemlékezés az országzászló felvonásával kezdődött a református templom előtti téren. Ezt követően ünnepi istentiszteletre került sor, igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. 1948-ra éppen, hogy megpróbált magához térni a magyarság. A második világháború szörnyű dúlása után megpróbált egy kis erőt összeszedni, és akkor megjelentek az áruló testvérek. És elárulták az értelmiségét, elárulták a polgárt, elárulták a földjein gazdálkodó földműves embert. Miért? Azért, amiért a régi József testvérek tették, hogy egy kicsivel több legyen. Szörnyű dolog volt. Azért, hogy hatalomba jussanak, azért, hogy övék legyen a budai villa, elárulták a saját nemzetüket. A saját népüket adták halálra, kiszolgáltatták rabságba egy idegen országnak, egy idegen birodalomnak, egy idegen ideológiának, ami abszolút tájidegen volt itt. És már leszerepelt Magyarországon, meg persze az egész világban. Megtörtént az a szörnyűség, ami ott, Jákob gyermekeinél, hogy nem számított a vér, csak az irítség, és egy kicsi a tenyérbe. Testvér a testvért adta el. Egy ideológia, egy utópia oltárán a terror eszközeivel eladták Józsefet megint a testvérek. Mert mi voltunk József, mi a magyarok, a magyarság. Aki egy kicsit már szerethetőbb lett, egy kicsit erősebb lett, kicsit talentumosabb lett, hát jöttek a testvérek, és szépen eladták. És már 8 éve volt rabságban József, a modernkori József, a magyar nemzet, és azt mondta, a szégyen és a harag felgyülemlése után egyszer József abban a rabságban, abban a mélységben, abban az eltaposottságban elég volt. 56. október 23. Elég volt. Ezért tódult az utcára mindenki. Pártállástól, vallási hovatartozástól függetlenül teljesen mindegy volt, hogy kinek akadémikus a végzettsége, kinek pedig egyszerű földműves. Elég volt, hogy bennünket kiárusítsanak, bennünket egy idegen birodalomnak odadobjanak valami teljesen értelmezhetetlen ideológia, valójában pedig semmi más, mint haszonszerző politika nevében. 1956. október 23. József életre támadása. És mindössze 12 napig tartott a csoda, mert hát természetesen újra elárulják a testvérek Józsefet. Megy a telefon, és behívja az idegen hadsereget, minősített hazaárulás. Behívja a testvér a testvérre a lánctalpat. Szintiszta hazaárulás. Behívja és felhatalmazza, hogy géppuskákkal lőjön a terhes anyára. És ezt a testvér teszi a testvér ellen. És minősített hazaárulás, mert ha nincs az a telefon, és nincs az a szolnoki beszéd, akkor nem lehetett volna 56. októberre után, novemberre után, éveken keresztül az ENSZ-ben arra hivatkozni a szovjetnek, hogy bennünket hívtak.
Mi nem akartunk, de hát jöttünk segíteni. És újra eladják Józsefet. És újra börtönbe vetik Józsefet. Újra elárulják. Jön 33 év. 33 év fogság, 33 év eladósítás, amit mind a mai napig mi fizetünk vissza. 33 évnyi lelki megtörés. 33 éven keresztül a jövőnek a felélése. Csak valami változott. 56. októberre és november eleje után valami változik. Mert nyugodtan vannak a villáikban az áruló testvérek. Azt gondolják, Józsefet elintézték. Csak valamivel nem számoltak. Hogy a kezük véres maradt. És már Európában és a világon már nem lehet azt mondani. Itt minden rendben van. Itt mindenki boldog. Nézzétek Józsefet, milyen boldog, mennyire mosolyog. Már nem lehet mondani, mert véres a kezük. És ez a vér nem csak Európa és a világ számára lesz látható, hanem oda föntre kiállt. Mert a testvérgyilkos az Isten előtt számon van tartva. Az első gyilkosság testvérgyilkosság volt a Biblia szerint. És akkor azt mondja Káinnak, a testvérgyilkosnak az Isten, a testvéred vére hozzám kiállt a földből. És 33 év után az Isten azt a rosszat, amit elterveztek József, a magyar nemzet ellen a saját vérei, azt jóra fordítja. És eljön 1989. És ahogyan a régi történetben József fölébe emelkedik az őt eláruló testvéreknek, megtörténik, hogy az igaz magyarság, a szabadságért küzdő magyarság felébe emelkedik az őt elárulóknak. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Karcagi Református Gyülekezet Szóla Grácia kórusa. Az Isten tisztelet alkalmával beszédet mondott Hubay Imre elnök a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés részéről. Szabadság vágyunk messze földön híressé tette nemzetünket. Messze földön, távoli földrészeken ismerik a magyar nemzet hitének erejét, szabad önrendelkezése iránti elkötelezettségét. Ma annak a 20 napnak az első napjára emlékezünk, amelyik napon a bátrak hősökké, majd a hősök mártirokká váltak. Következetességük, meggyőződésük és fiatalos lánglelkük tette őket a soha meg nem alkuvás példaképeivé. Elvesztésük felfoghatatlan tragédia, amelyről sokáig még őszintén beszélni sem lehetett. A nyugat pedig tétlenül, bénán, egyre csak hallgatott. Közben a hazájukat elárulók véres, gyalázatos megtorlásai örökké eleven sebet martak a túlélők és az áldozatok hozzátartozói és a ma emlékezők lelkébe is. Október 23-a több mint egy fejezet a történelmünk lapjain, vagy egy piros betűs ünnep a naptárban. Október 23 a független, szabad magyar haza ünnepe. A forradalmárok szavai ma is fülünkben csengenek. Egységesség, testvériesség és szeretet. Mindezen értékek összekovácsolták a fővárost a vidékkel, diákot a munkásemberrel, a nemzetőr honvédet az értelmiségivel, a pesti srácokat a megbélyezett polgárokkal. Ahogy a karcagi híradó hasábíról tudható, itthon a város meghatódott népéhez, köztük a diáksághoz és a gimnázium tanárokhoz
1848 szabadsághőse iránti tiszteletük jeléül elsőként a szerelő és gépjavító KTS dolgozói csatlakoztak, majd a kiegészítő parancsnokság és a helyőrség katonái, majd a rendőrök, a termelőszövetkezeti dolgozók, és végül a kunmadarasi repülőtér katonái, így megalakult a Honvédelmi Bizottmány és a Forradalmi Munkástanács. Hisz forradalom volt, és senki sem nézte az áldozatot, amit a részvételért cserébe vállalt. A karcagi híradó első 1956. október 29-i száma így kezdi tudósítását az eseményekről. Zászlóbontás. A sárguló, hulló falevelek az ősz mindent lehervasztó képét tárják elénk. Ősz van a természetben, de tavasz a szívekben. Friss március életteli, üde levegője árad. A szabadság, a fiatalság, az élni akarás ereje és szava tör át október bilincsein. Október hónap talán a magyar történelem legtragikusabb hónapja. Ennek ellenére azonban október 6-a és október 23-a a nemzetté kovácsolódásunk és magyarság tudatunk bástyái. A megemlékezés egyszerre fáj, de erőt is ad. 64 évvel ezelőtt, ahogy 1849-ben is, végül győzött a zsarnok, a nagyobb, a kegyetlenebb, a hatalmasabb. Azonban, amit akkor még nem tudtak, hogy ezzel a kétes értékű győzelemmel saját sírjukat ásták meg. Az 56-os forradalmárokon Isten áldása volt, mert nemesügyért, Magyarország jövőjéért, szabad önrendelkezésünkért harcoltak. Ezért válhattak ők, nem csak a magyarok, de az egész világ szemében hősökké. Tisztelt ma érő forradalmárok és tisztelt rendszerváltók, akik ma is közöttünk vagytok. Köszönet és hála, amiért szüleinkkel, nagyszüleinkkel együtt meghallottátok, és sohasem feledtétek a hősök és az idők szavát. Sokakkal együtt, veletek, együtt köszönhetjük, hogy 31 évvel ezelőtt, 1989. október 23-án bátran és szenvedélyesen kiáltatok értékrendünkért, amellyel lezáratott az 1848-49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc küldetése.